1 millió forintos átlagbért is láthatunk Buda egyes kerületeiben. De mennyire kiugró ez az érték, és mennyire nagyot segít a lakhatás szempontjából. Ennek jártunk utána. Újabb lakossági állampapírba nyúlnak bele, sajnos nem lepő módon ezúttal is kamatot vágnak. De milyen hatása lesz ez a befektetőkre? Ezt is körbejárjuk. Nagy Márton a hosszú de futamidejű megtakarításokat szeretné adómentesíteni, amennyiben az otthon teremtési célra fordítják. Hogyan értelmezhető ez, mit jelenthet ez, ezt is körbejárjuk. Kanada 100%-os vámot vett ki a kínai elektromos autókra. Mivel jár ez, milyen következményei lesznek? Szintén a kormány egyik terve, hogy szakmunkás hitelt vezet be, de kiket érinthet, és milyen hatása lehet ennek a munkaerőpiacra, illetve az érdeklődőkre. Illetve a CEMU profit várakozásairól és az Allegro magyarországi megjelenéséről is beszélgetni fogunk. De mielőtt belevágnánk, iratkozz fel, lájkold a csatornánkat, ne maradj le a hasonló tartalmainkról. Sziasztok, kezdjünk is akkor bele. Egy millió forintos bruttó átlagbér. Azért ez egy, izelgessük ezt a gondolatot, nem kiugró érték, nem az adott területnek a leggazdagabbjai keresnek együtt, hanem egy, illetve egészen pontosan kettő budapesti kerületen ekkora az átlagos fizetés Magyarországon. Na de nézzük meg, melyik kerületekről is van szó. Nyilván nem néz ki találni, hogy a második és a tizenkettedik kerületről van szó, ami még Budapesten is kiemelkedik, hát még országos viszonylatban. Igen, ugye ezt Budapesten, majd beszélünk, 1 millió forintos átlagfizetésről. Egyébként Budapest leg mondjuk úgy szegényebb részén, a 21. kerületben valahol olyan 680 ezer forintos a bruttó átlagbér, ehhez képest is egy óriási ugrás ez az 1 millió forint fölötti átlagos fizetés. Ha pedig az országos képre tekintünk, ott azért vannak olyan járások, ahol az átlagbér kicsivel haladja meg a 400 ezer forintot havonta. Tehát bruttó 425 ezer forint, ehhez képest mondjuk az 1 millió forint feletti bruttó átlagbér azért az egy két és félszeres szorzót jelent. Tehát gyakorlatilag a 12. kerületben két és félszer annyit keresnek átlagosan, mint mondjuk az ország keleti részén, azt hiszem ott volt a legrosszabb adat. Igen, így hirtelen, hogy megnéztem, nekem fehér gyarmat, régiója tűnt a legkevesebbet keresőnek. És hogy, hogy, hogy néz ez ki egy ingatlan vásárlásnál felvételi Nyilván ezzel akkor arányos az, hogy egy banktól mennyi hitelt kaphat az adott ügyfél. Vajon az ingatlan árak ezt, lekövetik ezt a különbséget? Igen, ahogy említetted is, ugye hitelezés szempontjából az egyik legfontosabb szempont, hogy mennyi a jövedelmünk, az mekkora törlesztő részletet bír el. Nyilván, hogyha két és félszer akkor a jövedelmünk, akkor jó eséllyel egy érdemben nagyobb kölcsön tudunk felvenni. Na de mennyi hitelre van szükség, mekkorák a vételárak? Itt egyébként valóban, ahogy említetted is, jelentős különbségek vannak, főváros szinten is, és egyébként országos szinten is. Budapesten 24. első negyedéves adatok alapján olyan 908 ezer forintos négyzetméter árakat láthatunk, még a Fehérgyarmat, ahogy említetted, ott azon a környéken ilyen 300 ezer forint körüli négyzetméter árakról beszélhetünk. Ez ugye egy háromszoros különbség. Tehát, ha a lakhatást is Igen. szigorúan És a 908 Csak a lakhatást az a Budapest átlaga, tehát ott valószínűleg. Nyilván még a 12. követ, illetve a második kerület az, az még, még magasabb. Még magasabb lehet. Tehát, hogyha ezt így tesszük terítékre, akkor egyébként csak a lakhatást nézve nehezebb a fővárosi bérekből, illetve a fővárosi gazdag kerületek béréből egy ottani lakást megvásárolni, mint mondjuk egy szegényebb régióban az ottani bérekből egy ottani ingatlant megvenni. Hangsúlyozom, csak a béreket néztük, nyilván a hitelfelvétel ez egy érdemi különbség szintén. Elképzelhető, hogy az ingatlan állapot is eltérő a két területen, azért fővárosban, az elit a jó minőségű ingatlanokkal szemben, mondjuk Kelet-Magyarországon, vagy most éppen Dél-Magyarországon sok rossz állapotú ingatlannal is találkozhatunk. Illetve nem feledkezhetünk meg arról, hogy ugye hitelképesség, hitelfelvétel szempontjából, illetve a mindennapi élet és a maradék pénzünknek az elküldhetőség is egy egészen komoly kihívást jelenthet. Tehát gyakorlatilag a hitelfizetését követően azért Dél-Magyarországon, Kelet-Magyarországon egy kis összeg marad meg a megélhetésre. És nagyon érdekes egyébként az országos térkép is. Budapest és az agglomeráció az a sötét kiemelkedik, ahogy látjuk. Nem meglepő, hogy Győr és körzete az, ami lényegesen jobban keresnek ott az emberek, mint, mint, mint átlagban máshol, illetve Paks és környéke. És majd érdekes lesz, mikor megjelenik mondjuk Szegeden a BYD gyár, hogy például Szeged régiója, ami amúgy már most sem áll rosszul országosan, itt 649 ezer forint az átlagos bruttó bér, ezen például segíteni fog-e a BYD gyár megjelenése. És ha már a BYD gyár szóba jött, ahogy Józsi már mondta a felvezetőben, később még beszélni fogunk a kínai elektromos autók importvámjáról, illetve hogy mi várható ezen a téren a, a jövőben, de először térjünk át a lakossági állampapírok árára, mikor kitaláltuk, hogy a mai beszélgetésben milyen témákról legyen szó. Változott 25 bázisponttal két állampapír kamata is. Én, én akkor rögtön meg is kérdeztem, hogy ez tök jó, de mondjuk részemről ez a téma az ennyi is. Változott, jó, menjünk tovább. Mi az, amiért ez mégis annyira fontos? Azért az elmúlt években, különösen amikor magas inflációs környezet volt, az állampapír egy nagyon vonzó befektetés volt óriási pénzmennyiség áramlott bele, és nagyon nagy volt körülötte a hype. Most, hogy ez az inflációs környezet érdemben lecsengett, azért láthatjuk, hogy ezek a kamatok és hozamok is elkezdtek, nem is elkezdtek mondjuk úgy, hogy drasztikusan csökkentek. Szerintem emiatt érdemes beszélni róla, hogy azok is tudják, akik állampapírban ülnek, hogyha lejár a megtakarításuk, vagy a kamat fizetésük van, mit tegyenek, érdemes továbbra is állampapírba tenni a pénzüket, illetve azért is, hogy akik most befektetés előtt állnak, azok hogyan nézzenek az állampapírra, mert mondjuk az elmúlt évben rengeteg pozitívumot hallhattak erről a dologról. Na de végül is, pap... igen. Melyik papírokról van szó, akkor először tisztázok azt. A Magyar Állampapír Plus, ami vicces módon nem újították meg és emelték meg érdemben a kamatát, ennek a kamatán vágtak 25 bázispontot. Ugye ez egy évről évre emelkedő kamatozású papír, az átlag kamata 5 év alatt 6,75 volt eddig, ez csökkent le 6,5-re. Illetve a másik a kincstári takarékjegynek két sorozata, az egyéves és a kétéves papírnak is vágták a kamatát, mind a kettőt 25 bázispontra, 25 bázisponttal, az egyik az rövidebb az 6%-ról 5,75-re csökkent, a hosszabb pedig 6,5-ről 6,25%-ra. Egy kicsit kitekintettem ebben a történetben, mert kérdezted, hogy miért ennyire érdekes ez, amikor kérdezted ezt korábban, úgy döntöttem, hogy megnézem, hogy egy évvel ezelőtt, tavaly augusztusban milyen hozamokat láthattunk ebben a szituban. Ezekből gyűjtöttem egy párat. A fix magyar állampapír az nem volt egy éve, az idén indult, 7%-os kamattal, ezt már 25 bázisponttal vágták, erről beszéltünk egyébként az előző adásban pont, Igen. ez gyakorlatilag 6-75%-os éves kamat mellett érhető el. Ez nem tűnik egy drasztikusnak. A magyar állampapír plusznál vicces módon kamatemelkedést láthatunk, egy éve még 4,95-ös átlagos hozama volt, ez most 6,48. Ez most olyan pozitív hírnek tűnik. Na most jön akkor a fekete leves. Az infláció követő prémium állampapírba, ha befektettünk, éves szinten 11,14,75 os kamatot érhettünk el tavaly. Ez ma 7,9. A bónusz pedig 13,92 volt, ez ma 7,35. Tehát ezek azok a drasztikus 4-5 százalékos kamat csökkenések, amik nem 25 bázispontok, hanem tényleg brutális kamatvágások, amik miatt érdemes az állampapírról beszélni, mert míg tavaly évben mindenki azt mondta, hogy hó, hát a 14-15 os hozamok, illetve a prémium állampapír közel 20 os hozam ígérete milyen jól hangzik, addig láthatjuk, hogy most már érdemben kisebbek a kamatok. Egy dolgot azonban nem felejthetünk el, azért az inflációs környezet is más, még azért tavaly illetve két, különösen két évvel ezelőtt az infláció érdemben zabálta, a megtakarításunknak az értékét, ezért komoly kamatokat kellett mellé tenni, hogy egyensúlyozza ezt a hatást. A mostani 3-4 százalékos inflációs környezet azért egy teljesen más szituáció. Illetve még én azt néztem, lehet, hogy nincs hozzá semmi köze, majd át fogunk erre is térni, hogy a kormány szeretné, illetve Nagy Márton szeretné, hogyha megtakarítások beáramlanának a, a, az ingatlanok ingatlan vásárlásba, vagy a lakhatás megoldásába, vagy hitel előtörlesztésre, hogy ahogy én nézem, ezek azok a kamatszintek, hogy amik bemennek már a, a mostani, legkönyv, vagy mindenki számára szinte elérhető lakáshitel kamatszintek alá, tehát 6% alá, így hogyha valaki mondjuk abban gondolkodik, hogy a pénzét befektesse, vagy esetleg előtörlesztésre, fordítsa, mármint hogyha befektetés alatt csak ebben a két papírban gondolkozik, akkor lehetséges, hogy neki már jobban megéri előtörleszteni a hitelét, nem? Igen, azt hozzátenném, hogy nagyon nagy állomány van olyan prémium állampapírban, amelyik még a tavalyi éves infláció alapján fizet kamatot, ez a kamat még bőven 10% fölötti, Az 17% környéki kamatról beszélünk egyébként, attól függ, hogy melyik sorozatban van. Ez a nagy állomány biztos, hogy nem fog meg, megmoz... ez nem igaz, nagy valószínűséggel nem fog megvozdulni addig, amíg ez a kamatfizetés meg nem történik jövő áprilisban. Nyilván akinek nagyon kell a pénz, az hozzá fog nyúlni. De ezt követően mindeznek a kamatnak a sorsa, amit kifizetnek, mind egyébként magának a betett tőkének a sorsa is nagyon képlékeny, könnyen elképzelhető, hogy kiveszik ezt az összeget, és más, be, akár befektetést, akár más megoldást keresnek. Itt a más megoldás, az akár egy hitel előtörlesztés is lehet valóban, mert a mostani hozam kilátások mellett ez egy jó döntésnek tűnik. van még egy, egy nagyon laikus kérdés. Én bennem mindig az volt régen, hogy amelyik papír jegyre végződik, az féléves. Ez a diszkont kincstárjegyből vontam le valószínűleg ezt a következtetést. Akkor ezek szerint a kincstár takarék jegynél nincsen ilyen szabály, tehát akkor ez a szabálymagüve, én eddig hittem, hogy a jegy végződésű állampapírok azok félévesek, akkor ez egy teljesen téves elképzelés volt a részemről. Igen. <laughs> hát, elég, akkor, elég. A diszkont kincsterjed sem fél éves. a diszkont kincsterjének több sorozata van, és egyébként van három hónapos, hat hónapos és egyéves éves verziója is. Tehát, hogy abból is kibocsátáskor is van többfajta lejárat, nem csak fél éves, de tény, hogy éven belüli lejáratú papírról beszélünk. Igen, a diszkont kisterédek esetében, még a kis ez klasszikusan az egy, illetve két éves megoldás most, ami megy belőle. Régebben volt egy kamatozó kincsterjed nevű történet, az meg egy éves volt. Film fixen. Azt váltotta le utána egy, egy már. Akkor ma is uh, tanultam valamit, és a, az üzenet a hallgatók számára, hogy bátran tegyetek fel laikus kérdéseket nyugodtan, akár több ezer néző előtt is. Térjünk át akkor szerintem a, a következő témánkra, nem Józsi vezes fel akkor. Igen, térjünk át. Egy kicsit céloztál is rá, hogy Nagy Mártonnak egy bejelentése alapján, illetve egy Nemzetgazdasági Minisztériumi közlemény alapján uh, erős célja a kormánynak az, hogy a hosszú távon megtakarításokat otthon teremtési célra használjuk fel, ezt azzal próbálják elősegíteni, hogy ezek a megtakarítások adómentesek lesznek. Legalábbis, ha ezek a tervek megvalósulnak. Hát nézzük meg, hogy milyen adó van alapvetően ezeken a dolgokon. Egyébként Ugyan... milyen papírokról, vagy milyen megtakarításokról lehet itt szó? Nyilván az állampapír az nem jön szóba, mert az már eleve adómentes. Ö, Ö, alapvetően szóba jöhet, de valóban előnyt nem fog élvezni, ha a lakásztére hát, fordítja, nem, mert én. adómentes. Nyugdíj megtakarítások nem jönnek szóba, mert azok kötött célúak. Ö, alapvetően viszont minden más szóba jöhet, mivel hosszú távról beszélünk. Mit ez hívunk? Bocsánat, csak így... Mi, mi, az, amit általában hosszú távnak nevezünk? Tehát az, az, hogy, hogy definiálnád azt, hogy hosszú táv egy befektetésnél? Mi az, ami a közmegegyezés ebben, vagy a hát magyar szó a, szóhasználatban? A közmegegyezés is változó, három 5 évnél hosszabb futam szokták már hosszú távnak nevezni. Az ilyen egy-három év, egy-három kötő előtti évet ilyen középtávnak, és egy évnél rövidebb az mindenképpen a rövid táv. Nyilván itt ezek a határok azért uh -huh. szoktak mozogni. Bizonyos De akkor itt mindenképpen érások. három plusz éves megoldásokról beszélünk a. Alapvetően. Alapvetően, Valószínűleg igen. a szóhasználat alapján, bár ugye semmilyen részletet nem tudunk még, csak a, az elképzelést. Így van, csak az elképzelést. Alapvetően milyen adó ezeket a papírokat? Legyen szó, hogy tök, ugye említettünk már egy-két adómentes dolgot, de hogy alapesetben van egy 15%-os eszélye, ez szoktás a köznyelben kamatadónak is hívni, és most már van rajta egy 13 os szocó, amit esetleg átmenetileg vezettek be, de most már véglegesítettek, tehát összességében 28 adó tartalom. Ez azt jelenti, hogy ha valami mondjuk bruttó 10 hozamot érünk el, akkor mi 7,2 ot teszünk zsebre. Van egy közhiedelem, ami egy nagy tévedés, az, hogy ez a tőkét terhelő adó, sok helyen olvastam arról, hogy hú, hát én beteszem a 10 millió forintomat, és még abból elvesznek 15%-ot. Nem, nem a betett pénzt adózzák meg, hanem a nyereségét. Tehát ha 10 milliót teszek be, és annak 10%-a nyereség, akkor az 1 millió nyereségnekből csippentenek le 280 ezer forintot, az sem kevés. De nem hogy... igen, egy csippentésnél azért többé azt akartam mondani, hogy igen, a, a, markolnak ki belőle. Jó nagy csipet, igen. De hogy a 10 milliók az nem bántják. Tehát ezt azért fontos tisztázni. Na már most, hogyha nyilván ezek adómentesek lesznek, akkor kvázi megkapjuk a teljes 1 millió forintot az előző példánál maradva. Fontos, hogy otthon teremtési célt kell igazolnunk, vagy hát erre a célra kell fordítanunk a megtakarításunkat. Az, hogy ezt milyen módon kell igazolnunk, még nem tudjuk. Tehát elképzelhető, hogy konkrétan egy adásvételi szerződést kell benyújtanunk, vagy valamilyen építkezési kivitelezői megállapodást kell benyújtanunk, számlákat kell benyújtanunk, ezt még nem tudjuk. Azt sem tudjuk, hogy mikori megtakarításokról van szó. És itt mondjuk két nagy irány lehet. Az egyik az, hogy az a célom, hogy te tegyél félre, hogy meglegyen a kellő erőd, és ezt akarom támogatni azzal, hogy adómentesen juthatsz majd a pénzethez hozzá. A másik cél, ami szerintem ugyanilyen erős, talán még egy kicsit erősebb is, hogy most a már meglévő megtakarításaidat mozdítsd meg, mert adómentesen hozzá tudsz jutni, amennyiben ingatlan befektetést, vagy ingatlan vásárlást, építkezést, vagy bármilyen más otthonteremtési célt valósítasz meg belőle. Ez utóbbi ugye azonnal hatást gyakorol a gazdaságra, az ingatlan keresztül, az építőiparon keresztül. És ezért, ezért gondolom, hogy ez egy nagyon fontos tényező lehet, mert hogyha most nézzünk más híreket, akkor láttuk azt, hogy az építőipar padlón van Magyarországon, nagyon kevés építkezés van. Ugye Nagy Márton korábban azt mondta, hogy az emelkedő, emelkedő jövedelmek ellenére sem fogyasztunk többet, hanem inkább megtakarítunk, ez, egy, ez is egy tapasztalat a kormány részéről. És ezen megtakarításnál az emberek nagyon sok százaléka, nagyon nagy százaléka azt nevesítette, hogy ő bizony valamilyen lakástélet szeretné megvalósítani a félretett pénzből. Ezt kívánja elősegíteni a kormány ezzel az adómentességgel, de ugye, ha már most tudna lépni a lakosság, akkor ez már azonnal hatást is gyakorolna a gazdaságra, nyilván pozitívot, mert megpörgetni a kicsit beragadt ö, számokat. És visszatérve, én megmondom őszintén, hogy én kicsit szkeptikus vagyok, az én hipotézisem, akkor ez a beszélgetés, az a jobban elméldünk, az az, hogy valószínűleg nem hihetetlenül jelentős megtakarításokra van itt összességében szó. Tehát, hogy, az, hogy a, a pénznek egy nagyon jelentős része nem olyan eszközökben van, amit ez most az elképzelésem szerint érinthet. Ugye rögtön azért, mert hiszen nincs benne az állampapír, amiben rengeteg pénz áramolt az utóbbi időben, de akkor mindjárt erre kitérünk. A másik elképzelésem az nem is, nem is a volumene, hanem az, hogy fölmerült egy korábbi nyilatkozatában Nagy Mártonnak az, hogy kéne segíteni a nehezebben élő embereken is, és az ő lakhatási problémáikat megoldani esetleg. Azért azt gondolom, hogy jellemzően hosszú távú megtakarításokkal nem az a réteg rendelkezik, akikre, akikről Nagy Márton egy korábbi index interjúban beszélt, ez szintén megint csak a, a, a középosztálynak, felső középosztálynak, illetve a kifejezetten jól élő embereknek fog segíteni. Tehát nekem ez a két hipotézisem, ahogy belemegyünk mélyebben a, a beszélgetésbe, és akkor, akkor, az első kérdés, igen, akkor rögtön az, hogy, hogy végül nem mentünk végig az eszközökön, hogy milyen eszközök, akkor azok, amik valószínűleg ebbe beletartozhatnak. Befektetési alapok, gondolom mindenképpen. A befektetési alapok azok ugye esziák kötelesek, és az ingatlanlapok kivételével szockókötelesek is. Ezek jellemzően nyilván attól függően, hogy miért vásároltunk, de a mondjuk az ilyen kockázatosabbak már hosszú távú befektetéseknek minősülhetnek, tehát hogy részvényalapokat, vegyes alapokat, ingatlan már hosszú évekre szoktak vásárolni emberek, mert a hozamigéretük így tudja kidobni a pozitívumokat. Vállalati kötvények. Ugye az állampapírok, az állam által kibocsátott kötvények, azok adómentesek, de a vállalati kötvények mind SZIA, mind szóczó kötelesek. Van betét, az aztán mind a kettő, mert pedig az egy alacsony kockázatú terméknek minősül, de ahogy ott is van SZIA is, szóczó is. Viszont mondjuk adómentesek, ugye már említett állampapírokon túl a biztosítások, amennyiben legalább 10 évig megtartják ezeket a formákat, legyen szó szabad célúról, vagy valamilyen nyugdíj célú megtakarításról, adómentesek a lakástakarékpénztárak, és de azok eddig is, adott, eddig, eddig is adómentesek voltak, és igen. adómentesek, ha ezeket bármelyikét vásároljuk egy különleges formára, amit TBS-nek, vagy tartós befektetési számlának szoktak hívni, ez gyakorlatilag akkor jutalmaz minket, hogyha legalább 5 évig oda tesszük a pénzt, ha azt megtartjuk amit 5 évig, amit ott vettünk, és nem nyúlunk hozzá, akkor adómentességet kapunk, mint szó, mint SZIA oldalon. Tehát, hogy vannak már most is adómentes elemek, de itt szerintem a befektetési alapok, és mondjuk még az egyedi részvények lehetnek, amihez így komolyabban mozdulást lehet látni, vagy komolyabb megmozdulás várható. És akkor szerinted valid az az elképzelésem, hogy azért ez egy viszonylag kis részét teszi ki a magyarországi befektetéseknek? Vagy ebbe jobban el kéne mélyülnünk itt a, a számokban, de. Hát azt nem mondanám, nem amik... mondom, hogy ez megrengeti. Az, hogy mekkora Én részét szó. teszik ki a megtakarításoknak, szerintem nem feltétlenül lényeges, egyébként nem annyira kis részét. Uh -huh. de, de azt hozzátenném, hogy az, hogy mekkora része mozdul meg. Erre a hírre, erre az adómentességre, az egy másik dolog. Itt én nem várok hatalmas áttörést, és nem gondolom azt, hogy jövő, jövő hónapban ezt bevezetik, akkor hirtelen több ezer ingatlan vásárló fog megjelenni, aki a befalapját visszaváltja azért, mert adómentes lesz. Tehát én ezt nem várom ettől az intézkedéstől. És itt áttérnék a másik rész, hipotézised másik részére, amiben nagyjából teljes egészében helyt tudok adni. A pénzügyi vagyon jelentős része, a lakosság egy kis részénél koncentrálódik. Nyilván náluk van akkor a volumen is, amit hogyha visszaváltok, abból már ingatlan vásárlásra is telik. Tehát, hogy ott mondhatjuk azt, hogy ö, sarkítottan, de ha gyors reagálását nézzük ennek az eseménynek, akkor a gazdagok tudnak jobb körülmények között ingatlant vásárolni. És ez pont egy ellentétes hatás azzal, mint amit mondtál, hogy a szegényeket kéne megsegíteni. Ha viszont a másik lábát nézzük, hogy akár hosszú távú megtakarításokat kívánnak ezzel előteremteni, az azért a középosztálynak is egy segítséget jelenthet, de mondjuk nem azonnal, hanem mondjuk évek, évtizedek leforgása alatt. Viszont jó lenne majd látni, hogy milyen részletszabályok állnak-e mögött, hogy tényleg a rövid távú célt akarják elérni a kormány tagjai ezzel a tervezettel, és gyorsan megpörgetni a gazdaságot, vagy valami hosszú távú öngondoskodást szeretnének bevezetni, mint mondjuk a korábbi állami támogatásos LTP volt, egy ehhez hasonlót szeretnének elindítani adómentességgel, ne adj Isten valami állami támogatással. De ugye ezt majd meglátjuk. Térjünk át akkor a következő témánkra, ami az elektromos autókra kivetett, a kínai elektromos autókra kivetett 100%-os kanadai importvám, és ez már nem az első ország, az USA is kivetett egy hasonló vámot, és lehetséges, hogy még mások is követik majd. Mi ezzel a cél? Miért vetik ki ezt a vámot? Én azt gondolnám, hogy részben van ennek egy politikai üzenete, hogy akkor megvédik a hazai gazdaságot, másrésztről meg az, hogy megvédjék a hazai gazdaságot. Az autóiparban nagyon sokáig Japán, dél ázsia és azon, hogy Európa nagyon-nagyon erős volt, és Amerika elkezdett kicsit leszakadozni, és úgy tűnt, hogy mondjuk elsősorban a Tesla szárnyalásával egy nagyon komoly lehetőség tárult fel előttük, hogy az elektromos autózásban mondjuk újra vezető szerephez jussanak. És itt Kína nagyon-nagyon erőssé kezdett válni. Régen ugye sokszor mondták, hogy hát a kínai termékek úgy olyan minőségűek, de valószínűleg ugyanezt mondták a japán termékekről a 40-es évek végén, 50-es években, hogy nem olyan jó minőségűek, és utána letarolták azért a világ autópiacát a Toyotával például. Én azt gondolom, hogy Kína is el fog jutni arra a szintre, ahol már semmilyen minőségi vagy biztonsági probléma nem lesz. Ez nyilván idő, lehet, hogy nem egy év múlva, vagy nem két év múlva. Én ültem amúgy egy, egy, egy ázsiai utazásom során, ültem egy taxi taxiban, ami egyébként nyilván ugye nem vizsgáltam meg műszakilag a dolgot, de teljesen normális, jó minőségű autónak tűnt. Nekem mondjuk személy szerint a belső dizájnja nem feltétlenül az én ízlésemet tükrözi, de Teljesen rendben volt az autó, tehát nem láttam különösebben nagy eltérést más Európában megismert elektromos autók között. És ugye Kínának pedig itt uh, van egy ilyen stratégia, lehet, hogy részben erről is szól, hogy Európába azért jönnek be, pont amit gyártási kapacitással is, tehát akkor nyilván az import importfám része az, az, uh, az nem fog felmerülni. Ugye Magyarországon a magyar kormányzatnak egy erős stratégiája az, hogy a kínai ipar jelenléte megerősödjön Magyarországon, akár az akkumulátorgyártásban, vagy konkrétan a korszegeden, ahol a BYD gyár fog létesülni. Ez kicsit nekem úgy tűnik, mint ami a telefonpiacon történt, bár laikus vagyok ebben a témában is, de hogy ott ugye vitték a gyártósorokat a az európaiak, meg akár az amerikaiak is Kínába, majd egyszer csak megjelentek a kínai koppintások, amik egész versenyképesek voltak, legyen szó akár a Xiaomi-ról, vagy a Huawei-ről, sőt a Huawei ugye top szereplők közé is felverekedte magát, és egyszer csak már ekkor kellett megpróbálniuk visszaszorítani, amikor már egy nagyon jelentős szereplő volt, hiszen ott is egész komoly büntetések és vámokat szabtak ki az adott telefonra, ha jól tudom. Igen, tehát ez pontosan így van, ahogy, ahogy mondod, és ez úgy tűnik, hogy hogy egy trend Amerikában, vagy ezt már többször láthattuk, hogy állambiztonsági kockázatokra hivatkozva valamilyen kínai vagy kínai kötődésű, vagy kötődésűnek vélt, nagyon komoly cégnek a működését el az országban. Ezt laikusként tényleg nem fogjuk megtudni, és nem is akarok ebben állást foglalni, azt gondolom, hogy nem, nem is tisztem, meg tényleg nem is tudom, hogy a, a Huawei az jelentette valójában bármilyen állambiztonsági kockázatot, vagy nem, vagy a TikTok valóban jelente állambiztonsági kockázatot, vagy az égvilágon semmiet nem jelent. De mondjuk gazdaságit jelent, azt Gazdasági. Azt egyértelműen kijelenthetjük, ez nem is kérdés, tehát gazdasági kockázatot azt, azt nyilván mind a kettő jelent az USA számára. Itt is ugye akkor ez előjön, itt egy, nem egy tiltás, de azért egy százszázalékos vám mellett nehéz a versenyképességet fenntartani. Ez az egész védővámok rendszer egyébként egy nagyon érdekes dolog, most ettől függetlenül a mezőgazdaságban ott, ugye támo nem is vámokkal feltétlenül, de ott pedig ö, állami támogatásokkal Amerikában is, de ez az EU-ra is jellemző. Rengeteg támogatást kapnak a mezőgazdaságban, amivel feltörekvő országok nehezen tudnak versenyezni, hiába termelnek jó mezőgazdasági cikkeket, tehát itt valószínűleg egy kettőség van benne, hogy meg akarják védeni a hazai ipart, azt akarják, hogy tovább tudjanak úgy erősödni, hogy még nem törnek be a hasonló minőségű vagy jó minőségű kínai termékek. A kérdés az, hogy ez igen, ez, ez milyen hatással van, vagy hova gyűrűzik ez majd tovább. Végül is érthető ebből a szempontból ez a döntés. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy mondjuk hasonló lépéseket meg fog -e tenni valamelyik európai ország, vagy önmagában az Európai Unió bizonyos kínai termékekkel szemben. Annyiból nehezebb dolga lesz, hogyha betelepülnek a gyárak az EU-n belülre, akkor ugye onnantól már nincs lehetőség az a hazainak ö, szóval. vámot kivetni. Térjünk át a következő témára, ehhez én ragaszkodtam, ezt be kell, hogy valljam. Több fórumon is lehetett hallani, olvasni arról, hogy a kormány szakmunkás hitel bevezetését tervezi. Itt hallhattunk Rogán Antaltól nyilatkozott a témával kapcsolatban. Ő azt mondta, hogy a diákitelekhez egy hasonló kondíciójú, illetve feltételrendszerrel rendelkező sztoriról lenne szó. Majd utána Nagy Márton is nyilatkozott a témában, ott egyébként kicsivel több konkrétumot, hang, konkrétumot hallhattunk. A 17 és 22 év közötti szakiskolát, szakközépiskolát elvégzettek, igényelhetnék a tanulmányokat követően, tehát kvázi egy pályakezdési támogatásként. Kedvező kamatozás mellett, Viszont feltétel, hogy magyarországi lakóhelyjel és magyarországi munkaviszonnyal kell rendelkezniük, illetve ezt kell fenntartaniuk, és a kölcsön futam ideje legfeljebb 10 év lehet. Na, ennyi a konkrétum, amit tudunk. Ez azért úgy inkább a kevés, mint a sok. Indulunk ki Rogán antól nyilatkozatából diákhitelhez hasonló. Ugye a diákhitelből kettő van, van a diákhitel egy. Ez, ez, a, a kettő. És tudod? <laughs> és a diákhitel kettő. Van a diákhitel egy, ez egy szabad célú 7,99%-os kamatozású sztori, ö, gyakorlatilag fél évente legfeljebb 750 ezer forintot lehet igényelni, és kvázi arra költi a tanuló, amire szeretné. És van a diákhitel kettő, ez kamatmentes, viszont kötött célú kizárólag a tandíjak tanulmányi ö, kiadásokra lehet fordítani. Nem tudjuk, hogy melyik kamatát kapná meg a szakmunkás hitel. Ha abból indulunk ki, hogy szabad célú, akkor azért a 799-re hajaznék. Azért szerinted a 799 az mennyire kedvező ma a piacon? Én azt gondolom, hogy mivel ez egy szabad célú, az nagyon-nagyon kedvező. Tehát lényegében ez egy másfél százalékponttal van egy viszonylag bárki számára érhető jelzálog hitel kamata fölött, nem? Nagyjából jól mondom, így van. Hozzátenem, hogy egy, egy lakás a hitel kamata fölött van egy másfél százalékkal, egy szabad civilizáló hitellel nagyjából pariba nagyjából van, pariba viszont ez, ez, nem kell ingatlan. Egy ingatlan Itt semmi fedezed, nincs. személyi kölcsön meg 11 körül indul. Tehát, hogy azért egy, egy, egy egészen versenyképes sztori. Azt azért hozzátenném, hogy nagyon versenyképes, nagyon jó, de azért nem, nincs ingyen. Tehát ha 7,99 lenne a kamata, akkor, akkor az egy, nem egy, nem egy ingyenes dolog. Nyilván nem tudjuk a kamatát, de hogyha a szabad célborra hajazunk, akkor ez egy realitás lehet. Mondták, hogy a diákhitel feltételeihez is hasonló, na most a diákhitelnél feltétel a tanulói jogviszony, ez itt nem merülhet fel. Az életkori korlátot nagymárton megközölte, így az, az, az a, az a, a, a diákhitelnél lévő életkori Előírás sem releváns. Ott van egy magyar állampolgárság, meg egy magyar lakcím még, mint elvárás. Azok így jó eséllyel akkor itt szóba jöhetnek. Összegnél én azt gondolom, hogy mivel ez pályakezdési támogatás, ezért nem valószínű, hogy szakaszos finanszírozású lesz, hanem valószínű, nagyobb esélyt látok arra, hogy egy egyösszegű kölcsön, amit majd utána vissza kell fizetni a legfeljebb tíz éves futamidő alatt. Mielőtt tovább megyünk a témában, egyébként neked volt diákhiteled? Nem. Egyébként vicces. Ez egy mert... nagyon gyors. Vicces, ez mert az én családom, az, a szüleim eléggé hitelelemesek voltak. Ez a klasszikus, addig nyújtózkodja, amíg a takaród ér megközelítés. Kigazdálkodjuk. Az első tanárom, közgazdász tanárom kérdezte, hogy miért nincs diákhitelet, hiszen te hülye vagy. Mert bármibe, ha befekteted, akkor mennyit nyertél volna rajta. És dobálozott részvényekkel, matával, akkor még ilyen létezett. Nem nem a középkorban jártam, jártam a de hogy akkor még létezett matár. Ugye a postabanknál lehetett fölvenni, tehát hogy ez egy olyan sztoriról beszélünk. Nekem volt, csak onnan tudom, ö, teljesen értelmetlenül költöttem el, ezt senkinek nem javaslom, hogy kövesse ebben a, a példámat. Semmiben nem járult hozzá a tanulásomhoz, ö, ahhoz járult hozzá, hogy nagyon jó érezzem magamat a, az, az, egyetem, évek az, egyetem, az egyetem mellett. De a postabanknál kellett még úgy emlékszem fölvenni, és ugye a később került át az egész portfólió az est hez Én még annyit tennék hozzá az enyémhez, hogy amiket ők, ők igazuk van, hogy jól be lehetett volna fektetni, de amiket ott dobáltak, hogy majd a tőzsdén mennyire kijön ez, azért az elmúlt időszakban azért látunk a tőzsdén nagy bukfenceket is, tehát hogy hogy a nagy 2008-as után megkérdeztem volna azt a tanáromat, hogy by the way, most mit csináljak, hogyha felvettem volna a hitelt. Most tudni kell, 2008-ban én két éve végeztem volna, tehát már pont el kellett volna kezdenem visszafizetni ezt a diákhitelt, ellenben a befektetéseim pont akkor zakusztak volna le. De nem így tettem, szóval én nem, 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 vettem föl, de mindenki hülyének tartott, aki ezzel foglalkozott akkor. Szóval szakmunkás hitel, de miért jó és miért, miért lehet ez cél? Alapvetően nyilván jó lehet az egyénnek, ha abból indulunk ki, hogy kap egy nagyobb összeget, amiből így az első állás keresése előtt fel tud készülni a nagybetűs életre. Ugye szakmunkásról lévén szó. Most ennek, ennek feltétele, hogy már elvégezte az iskolát? Igen. Ezt mondták. Tehát igazából ez a hitel akkor ez nem arra vonatkozna, hogy addig is valahogy éljen, amíg, amíg elvégzi a szakmunkás képzést, hanem arra vonatkozik, hogy elvégezte az iskolát, de még nem talált állást és addig is valamiből meg tudjon élni. Ö, úgy fogalmaztuk, hogy pályakezdési támogatás, tehát az biztos, hogy az iskolát el kellett végeznie. Az, hogy már rendelkeznie kell -e munkával, vagy sem, ezt nem tudjuk. Tehát nem tudjuk, hogy kell-e valami igazolt munkaviszony és igazolt fizetés, ami úgy garanciálnak tűnik arra, hogy vissza tudja ezt fizetni, ezt nem tudjuk. De effektíve a pályakezdést szeretnék segíteni. Én azt gondolom, hogy ez azért lehet egy jó lehetőség minden szakmunkásnak, hogy elvégezte az iskolát, ott áll most éppen, hogy nincs munkája, vagy most kezdett el valahol dolgozni, de lehet, hogy mondjuk más régiókban, más településeken, fővárosban, Nyugat-Magyarországon jobb lehetőségek vannak. Ezt külön, egy komolyabb tőke nélkül egy költözést, egy új életet elkezdeni nem lehet. Viszont, ha ezzel a pénzt fölveszi, egy jobb régióba költözik, ahol több lehetőség van, egy-két hónapig még az életet is tudja finanszírozni, amíg stabilizálódik a helyzete. Tehát én azt gondolom, hogy ebből a szempontból ez mindenképp egy jó lehetőség. Azt hozzátenném, hogy vakon ne költözön senki, tehát hogy azért előtte keressen már valami munka lehetőséget, nézzen szét az adott környéken. Jó lehetőség egyébként a nemzetgazdaság szempontjából is gondolkozzunk csak abban, hogy az építőiparban mit hallottunk az elmúlt időszakban. Hogy a szakképzett munkaerő Hiány. külföldre megy. Külföldre megy. Nincs, kivit, nincs festő, Nincs burkoló, nincs köműves, nincs semmi. És emiatt jó, ami van, az nyilván jóval drágában is dolgozik. Na már most ez a kicsit csúnya szót fogok használni, röghözkötés, hogy azt kell vállalnom, hogy Magyarországon fogok élni és dolgozni, ez azt eredményezi, hogy ezeknek a szakmunkásoknak a pótlása, meg lesz. Ezt tudjuk, hogy ezt kell vállalni, vagy ez már elhangzott? Ezt, 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 ezt tudjuk. Ezt kijelentette Nagy Márton, hogy magyarországi lakóhely és magyarországi munkaviszonyt kell vállalnia. Nem azt mondja, hogy azok kell rendelkezni, hanem azt vállalnia is kell. Ebből én arra következtetnék, hogy a hitelfutam alatt legalább ezt fenn is kell tartani. Tehát gyakorlatilag szakképzett munkaerő hiányt csökkentheti ez az intézkedés. Ez összgazdasági szinten jónak mondható. Ha az egyénre térek rá, akkor nem biztos, hogy jó. Tehát, hogy én kapok egy életkezési lehetőséget, támogatást, majd egy-két év múlva azt látom, hogy külföldön ötször akkor a el tudnék menni dolgozni, de nem tehetem meg, vagy csak akkor, ha visszafizetem ezt a kölcsönt, ne adj Isten valami büntetéssel növeltem, mert megszegem a szerződésben foglaltakat. Tehát azért egyéni szinten nem biztos, hogy jól nem merteki ki külföldre. Ezt át kell gondolnia mindenkinek, aki ezt ki szeretné használni. A másik, amit látni kell, hogy még a diákhitelek után kvázi egy felsőfokú végzettséggel jó eséllyel egy egész magas indulóbért el tudok érni, addig a szakmunkás iskola elvégzését követően egy ennél alacsonyabb indulóbérből fogok élni. Ebben nem vagyok biztos. Most csak abból ítélve, hogy hát attól függ nyilván, hogy milyen szakmáról van szó, de ha most csak abból ítélem, hogy egyébként egy, egy felújításnál milyen költségeket perkál ki az ember, én azt gondolom, hogy és, és igazából valamennyire, hogy ez egy régóta is ez a, ez a modell, hogy gyakran előfordul az, hogy aki diplomásként elhelyezkedik, annak nem feltétlenül jobb az induló egy-két évi bére, mint hogyha valaki valamilyen szakmát tanult és ö, úgy helyezkedik el, viszont nagyobb a perspektíva a növekedésre. De... Jó, ezzel nem vitatkozom, mert én, én is voltam már felújításban, és láttam dolgokat. Azt azért abban nem vagyok biztos, hogy egy szakmunkásnak az induló, tehát, hogy aki, akiket felfogadunk felújításra szakemberek, azok azok, akik éppen most kerültek ki a, Ez lehet. A Ez lehet. az iskolából valószínűleg ő alattuk dolgozik az, aki most került ki az iskolából, aki viszont egy jóval alacsonyabb részét kapja meg annak a pénznek, mint amit mi kifizettünk az egész munkálatért. Én azt hittem egyébként, amikor először hallottam erről, hogy amikor hogy bármit olvastam volna, csak maga fölmerült, hogy inkább ez egy olyasmi modell lesz, mint amit kódkul vagy más hasonló programozó, képző modellek működtettek, vagy működtetnek, ami általában úgy néz ki, hogy a tanuló vagy saját maga finanszírozza az egész képzést, és akkor semmi, akkor megvett egy tanfolyamot, de olyan modellben is működik ez, hogy ő igazából nagyon kedvezményesen végzi ezt el, valamilyen tartozása miatt felhalmozódik a képzésbe, és akkor ők garantálják, hogy valahol majd elhelyezkednek, ahova az adott cég őket beközvetíti. Én azt hittem, hogy ez is egy hasonló modell, hogy igazából ez a tanulmányi időszakra szól, és cserébe kötelezettséget vállal, hogy na, ő akkor most el fog helyezkedni az XY építőipari cégnél, hogyha ők alkalmasnak találják, és ők fizetik majd vissza akkor ezt a, a hitelt, de akkor itt teljesen nem erről van szó, hát, amennyire ö, értem. Amit eddig tudunk róla, az alapján nem erről van nem az szó, hanem egy pályakezdési támogatásról van szó a iskola befejeztét követően, de mivel mondjuk én összesen olvastam róla mondjuk 8 sort, három bekezdést, ezért így nem állítanám, hogy a részletszabályokban dúskálnánk, még akár ez is kisülhet belőle, hiszen ez csak egy nagyon kezdetek csírában lévő terv, uh -huh. fogalmazzunk így. Tehát így összességében visszatérve arra, hogy mennyi a bér. Tehát valamikor a bértömeget kap a pályakezdő és azért 10 év alatt, vagy amekkora futamidőt vállal, annyi időt vissza kell fizetnie ezt a támogatást. Tehát induló oldalon egy nagy segítséget jelenthet, de azért azt is kalkuláljuk bele, hogy ez hosszú évek során azért átalakul majd teherré, amikor ez tényleg a visszafizetés mesdjére lép. De egész érdekes ötletnek tűnik, én nagyon várom egyébként, hogy mit fognak kihozni belőle, és milyen részletszabályok lesznek. És akkor zárásként hoztunk néhány érdekes hírt a, a magyarországi e-commerce piacról, elkereskedelmi piacról ami azt gondolom, hogy mindenkit egyre jobban érint, ahogy egyre többet rendelünk online, mi is van, hogy mi is online szolgáltatást nyújtunk jó részt. Az egyik érdekes, hogy akinek a Temu, Temu vagy hát nem a Temu a, a cég neve itt, akinek a részvényt meg lehet vásárolni, hanem a, aminek a, a ez a PDD, tehát ez egy Pinduoduo nevű cég, óriásit zuhant a, az árfolyama a tőzsdén, itt egy Kiraktam most itt a, a, a grafikont, az elmúlt öt napban, de ezt az évben egy nap alatt következett bennek a döntő többsége, egy 37%-os esés következett be, azon szerencsések közül tartozom, akinek van egyébként ilyen ö, részvénye, de hát ez benne van. És augusztus 26 előtt vetted? Előtte, előtte vettem, igen, ö, tehát én is azért ebből az esésből részesedtem, Lényegében, amit nagyon érdekes, hogy brutálisan megnőtt az eredményük egyik negyedévről a másikra, hihetetlen nagy növekedéssel mentek keresztül, de még így is kisebb annál, mint amit a befektetők vártak. Tehát nem arról van szó, hogy kijött valami nagyon tragikus jelentés, hogy akkor ők most veszteségbe fordultak át, vagy zuhant volna az eladásuk, hanem abban, hogy és három számjegyű volt az árbevétel növekedés, tehát arról volt szó, hogy csak egyszer nem volt elég, elég nagy. Ez így önmagában is érdekes, ugye a Temu tavaly ősszel tarolta le karácsony előtt a, magyarországi elkereskedelmi piacot, magánemberként azóta is igazából nagyon nehéz úgy keresni bármit a google hogy az első 18 találat az ne Temu legyen, és utána jönnek azok a termékek, amik Mondjuk személy szerint engem érdekelnek, nekem volt rossz tapasztalatom, nyilván tudok öntöknek, hogy nagyon jó tapasztalata volt, tehát nem akarok róla értéket alkotni. Tehát még egy érdekes hír jött be a napokban, ez pedig az, hogy hamarosan minden valószínűség szerint meg fog jelenni Magyarországon az Allegro nevű elkereskedelmi platform, ami Lengyelországnak a legnagyobb elkereskedelmi platform. Ez egy lengyel eredetű cég, nagyon innovatívak egyébként ebben pénzügyterületet érintve, ők a buy-now-pay-later, nem tudom ennek mi is, ami a magyar elnevezés, ez a halasztott fizetés, halasztott fizetési szolgáltásban is úttörők voltak a, 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 az elkereskedelemben ők, ők saját megoldást fejlesztettek erre ki. Jelen voltak már korábban Magyarországon a, a molhu val amit uh, megvet valamikor a, az Allegro a csehektől, tehát ez egy érdekes hír ez is, hogy, hogy mostanában elkezdtek szaporodni Magyarországon az elkereskedelmi cégek, annak ellenére, hogy egyébként Magyarország a régióban azért nem dübörög az elkereskedelemben, például Csehország, nem véletlenül ugyanonnan rengeteg cég az a, az a, 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 a kifli, vagy most már akkor Lengyelországból is jóval előrébb tartanak az elkereskedelem fejlesztésében, mint, mint, ahol mi tartunk. Van ugye egy érdekes vállalkozás, ez is érinti a pénzügyi szektort, az OTP bank indult el nem annyira rég a, a val aminek már nem tudom mi a, a végcéljuk, ugye az gondolom, hogy, hogy valahol följöjjenek az emagazza magaz mellé, vagy akár hosszú távon meg is őket. Úgyhogy úgy, elég sok érdekes dolog alakul itt ebben a témában. Te mennyit rendelsz egyébként online? Én relatív keveset, a feleségem viszont sokat. Egyébként például a Kiflit azt már rendszeresen használjuk, de karácsonyi vásárlást én mondom személyesen elmegyek a boltba és megőrülök típus vagyok. A feleségem meg azon őrül meg, hogy egy hónap előtte még nem rendeltem meg semmit, és mikor fogok én erre gondolni. Tehát, hogy alapvetően egész sokat rendelünk családi szinten. És ő is név szerint ismeri már a DPD futárt és a GLS futárt, és meg tudja velük beszélni, hogy a gyerek közben ne csöngessenek, és hasonlók már nekem ilyen, ilyen emlékeim. Vannak. Nem, Nekünk az van meg, hogy amikor a csörgünk perc hogy jövünk, és amikor nem, bocsán, csörgünk fél órával előtt, hogy jövünk, és 5 perc előtt hívnak, hogy itt vagyunk, akkor az a váljál meg, mert mindjárt mi is az érünk <laughs> típusú válasz volt. Egyébként érdekes ez a dolog, amit mondasz, mert hogy valószínűleg azért akarnak ennyien bejönni erre a piacra, mert ez egy szűz piac. Tehát, hogy igazából nem egy bejáratott e-commerce e piacról beszélünk, hanem egy olyan területről, amiben rohadt nagy a potenciál, és, euh, nagyon, és kiaknázatlan. Tehát nem az, hogy valaki már letarolta letarol, ezt a dolgot, és mondjuk a Temu példája azért jól mutatja, hogy ide betörve egy elég komoly lehetős, elég komoly sikert lehet elérni, függetlenül attól, hogy most egyébként az árfolyama éppen rosszul alakul. Ennyit, ennyivel készültünk erre a hétre, köszönjük, hogy velünk voltatok, ha tetszett, akkor lájkoljátok a videónkat, iratkozzatok fel, hogy nem maradjatok el a pénzifröcs jövő heti adásáról sem, illetve akár más hasonló pénzügyi tartalmainkról. Sziasztok! Sziasztok!